Neurológusként az egyik leggyakoribb panasz, amivel a páciensek engem fölkeresnek, ez a fejfájás. Kétfajta fő irány van, amin el kell indulni. Ez a hirtelen keletkező erős fejfájás, ami például lehet egy érkiboltosulás hirtelen megrepedése. Ez mindenképpen sürgősségi ellátást igényel. A másik típusú, ez a krónikus fejfájások, vagy fejfájás szindrómák, aminek alapvetően három csoportját különböztethetjük meg. Az első az a tenziós fejfájás, ami azt jelenti, hogy egy jellegtelen, általában nem féloldali, a fej különböző pontjain jelentkező, általában nyomó, húzó jellegű, random jelentkező, tehát hetente, vagy akár naponta is jelentkező tarkótáji, bizonytalan neurológiai panaszokkal társuló, lehet az kismértékű szédülés, fül, zúgás, rossz közérzet, ezt úgy hívjuk, hogy tenziós fejfájás. A tenziós fejfájás okát általában nagyon nehéz kideríteni a neurológiai vizsgát során, mert rengeteg probléma okozhatja, például pajzsmirigy betegség, különböző pszichés betegségek, depresszió, nem alvás, gyógyszerszedés, alkoholfogyasztás, drogok, dohányzás, és erre a vizsgát során nem tudunk teljes mértékben pontot tenni. Sokszor életmódváltás segít, diétás, szokások megváltoztatása, sport, testsúlycsökkentés, vagy akár autogén tréning, jóga, nagyon sok megoldás létezik. A másik típusú fejfájás, ami a sokkal gyakoribb, általában fiatalabb hölgyeket érinti, genetikai halmozódást is mutat, ez a migrénes fejfájás. Ez egyrészt szintén életmódi tényezőkhöz kapcsolt, vagyis stressz provokálja, vagy frontok provokálják. Más esetben hormonális, ami a női nemi ciklushoz köthető, és ezekkel a külső tényezőkkel nem tudunk mit kezdeni. Neurológusként ezekkel nem tudunk változtatni, viszont itt is az életmódi szokások megváltoztatása, rendszeres sport, táplálkozás megváltoztatása segítséget nyújthat. Ennek kétféle terápiája van. A rohamterápia, amikor a migrénes fejfájás az úgynevezett aurával elkezdődik, ez általában ilyen vizuális vagy látótér problémákkal kezdődik, a látóterével cikázó fényeket lát, vagy elmosódik a látótér, elsötétül az egyik fele a látótérnek, és ezt követi az igen erős hányással társuló féloldali fejfájás. A rohamterápiát abban az időszakban javasolt elkezdeni, vagy megkezdeni, amikor az aura éppen zajlik. Tehát minél hamarabb a migrénes fejfájás esetén. A másik kezelés az intervallum terápia, amikor már hetente jelentkezik a migrén, vagy hetente többször is, akkor a mindennapi gyógyszerszedést szoktuk tanácsolni. Ennek is többféle formája van, és ezt legalább 2 vagy 3 hónapig érdemes folytatni. A cluster típusú fejfájás, ez a rohamokban jelentkező, általában ősszel és tavasszal jelentkezik, legalább 2 hétig tart minden áldott nap, és egy ilyen arcidegzsábához hasonló, rettentően kellemetlen, nagyon erős szemgödri fájdalom, ami együtt jár a szem kifejezett könnyezésével, tehát az adott szem könnyezésével, és konjunktíva vagy kötőhártya belövetségével, tehát nagyon vörös is ilyenkor a szem. És ez a cluster típusú fejfájás általában egy infúziós kezeléssel és fenntartó gyógyszeres kezeléssel szintén tünetmentessé tehető. Ezeknek a krónikus fejfájás szindrómáknak nem tudjuk az okát, tehát etiológiai kezelés sajnos nem tudunk alkalmazni, tüneti kezelést javasolunk, illetve életmódváltást.